Száraz György könyvei, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, Istenek beavatásai, az élet mágikus alapelvei. Milyen előnyökkel jár, ha valaki spirituális emberré válik? Már elég régóta dívik a spirituálisnak nevezett irányzatok New Age korszaka ahhoz, hogy beszámolhassunk a pozitív eredményeiről. Mint mindent, ezt az utat is el lehet ferdíteni, ki lehet forgatni, ahogyan egy jó receptet egy tehetségtelen kukta képes elrontani. De ezúttal foglalkozzunk az érme fényesebb oldalával. A spiritualitás a lélekkel, illetve a szellemmel foglalkozik, tehát nem materiális alkotóelemeinkkel, így felesleges elvárni tőle, hogy hasonlítson a sok anyagi hiedelmünkhöz. Ugyanakkor számos nem anyagi megközelítési ösvény is létezik. A legnépszerűbbek közül kiragadnék néhányat, ilyen a jóga, a meditálás, a vallások, de még a pszichológia egyes ágait is ide sorolhatnám. Bizonyos felmérések kimutatták, hogy a spirituális emberek igen nagy lelkűek. Márpedig a nagy lelkűség és a meleg szívűség olyan emberi tulajdonságok, amelyek számos pozitív érzelmet akkumulálhatnak, például optimizmust, hálát, boldogságot. Így módon életenergiát és lelkesedést tölthetnek az emberekbe. A jelenlegi elnyomó és gyűlölködő attitűdökkel szemben a valódi spiritualitás arra ösztönzi az embereket, hogy merjenek pozitívak lenni. A spirituális emberek hajlamaik szerint sokkal inkább együtt tudnak érezni másokkal. Az egymás iránt kölcsönösen tanúsított együttérzés pedig megerősíti az emberek közötti kapcsolatokat, nyitottabbá és kommunikatívabbá teszi az embereket. Így bátrabban kimutatjuk az érzelmeinket, és őszintébbek lehetünk egymással. Aki együttérző másokkal, az alkalmasint empatikusabb a világ dolgaival is, még ha azok nem is mindig vannak az ínyére. Akik jobban elmélyülnek a spiritualitásban, általában jobban is érzik magukat a bőrükben. Ennek köszönhetően magasabb szinten áll az önbecsülésük és az önbizalmuk is, mi több, hosszú távú céljaik vannak az életben, melyek még inkább motiválják őket. Ha már a céloknál tartunk, okvetlenül említenünk kell a spirituális emberek önmegvalósító attitűdjét. Aki helyesen közelít a lelki fejlődéshez, annak belső igénye is támad saját hibái kijavítására, a személyiségfejlesztésre és az élet céljainak a megvalósítására. Eközben egyre több belső érzékét fedezheti fel a megélő, és nemes egyszerűséggel jobb emberré válhat. A spirituális emberek egyre inkább képesek kiélvezni az életük nyújtotta élményeket. Ennek oka valószínűleg részint abban keresendő, hogy a lelki beállítódású emberek többet töprengenek és elmélkednek a mindennapi dolgaikon. Nem búslakodnak, hanem időt szánnak arra, hogy élettapasztalataikat feldolgozzák, rendszerezzék és tanulásra felhasználják. Így egyre tudatosabbá válnak. A sok lelki öröm pedig idővel állandósítja a jól lét érzését, ami tovább erősíti az egészségi állapotukat, jobb döntésekre sarkalja őket, és az emberi kapcsolataikat is fejleszti. Véleményem és világképem szerint ezek egyértelműen a helyesen folytatott spirituális életvitellel együtt járó előnyök, amelyeket bárki elérhet, aki szeretné. Ezen dolgozom én is. Figyelmetbe ajánlom az Istenek beavatásai, az egyiptomi misztériumiskolák, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, valamint az Élet mágikus alapelvei című könyvemet. További hasonló érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallás.hu és a boldognapot.hu oldalaimra is. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!